Ami viszont a nehézség lehet, az az, hogy aki itt nyer, az viszont véletlenül rengeteget fog várni az alsó ágra. Igen. Tehát ugye másfél két órát lehetséges, hogy várhat. De egy biztos, erre a mérkőzésre nekünk nem kell annyit várni, sőt, ebb is kell várnunk, hiszen elindult. És nézhetjük is, tehát, hogy ki fogja itt az első mérkőzések közt megmutatni a saját erejét, hiszen már a Powerzy Duo csapattal folyamatosan támadott itt az első 10 másodpercben, mire kimondom már itt a narancs térfélén, mesinék már támadnak. Mester, nagyon szép a flick, és meg is van az első találat Budapest 5 részére. Mester egy hatalmas lövéssel nagyon szépen levette a játékszert, és aztán igazából csak mondta, hogy rálövöm, és rá is lőtte, majdnem felső kapufal, de végül bement, és 1-0 ezzel a Budapest 5 részére. Igen, az a Budapest 5, aki hát nem lehet felejteni azt a dominanciát, amit az utóbbi 1-2-3 évben itt diktáltak a magyar versenyeken, sorra nyerték, de aztán következett egy olyan egy évvel ezelőtt egy fordulat, miközben a 2-0 most már mesé révén itt megduplázódott az előnye a BP5-nek, szóval született egy fordulat, ahol az MTK, illetve a Future Esports is meg tudta a Budapest 5 ellen szerezni ott a győzelmeket eventeken, illetve minden helyen. Aztán végül is a Budapest 5, ahol számított, ott megnyerte végül a saját trófáját. És most nagyon úgy néz ki, hogy megint a Budapest 5 tűnhet a legerősebbnek. De hát nyilván ez lesz egy-két szava. Akár például most a Powerzy Duónak, akiknél most Kók van, illetve Zoli, az előbb említett Kók pedig egy BD-ssel kellett, hogy szuperáljon. És már mondom neked, hogy a Budapest 5-nak a tempója jóval nagyobb, mint az MTK-é, amit mutatnak. Úgyhogy meglátjuk. Igen, MTK. Igen, úgy látszik, hogy magabiztosabban mozog amúgy a Budapest 5 játékosai, mint az előző mérkőzésben az MTK. Ugye ott inkább ez a nagyon ilyen csapatjátékosan, inkább az egymásnak passzra próbáltak nagyon rámenni, és hogyha nem nyertek 50-ket, akkor igazából már onnantól nem volt védekezés, összeestek picit, és nem volt meg végül a játékuk. Még itt azt láthatjuk például, hogy Mesin egyedül rávisz a kapura, és végül Mester egy bravúr Kókunton, meg még nagyobb bravúr a kapu előtt. Kocs Zoli közben bámpolgatja az embereket, Mesin nagyon szépen észreveszi, kapufára lövi középre, Mester ott van, és ott is van a harmadik találat ezzel. Ott kicsit bámpolgattak, kicsit lökdösödtek, de végül Mesinék voltak azok, akik inkább gyorsabban akarták ezt megjátszani, és hát meg is szerezték ezt harmadik találattal együtt. Van még-e visszaút? Ez a nagy kérdés. Itt a Powerzy Duónak. Hát úgy látszik, hogy a labda azt akar, hogy nem, mert hogy megszedik a negyedik gól is. Nem erre számítottam éppenséggel. Maradjunk annyiban. 2 percen telik el, és már 4-0 az állás. Kók, illetve Zoli pedig teljesen alárendelt szerepben. Itt Mester, illetve Mesin duója alatt. Egyébként nem tudnak beleköpni itt a Budapest 5 levesébe. Ezt valahogy meg kell próbálni megváltoztatni és megakadályozni a további BP5 gólokat. Nem felejtjük azért, mai napon már látunk olyan meccset, ahol például a Pogfrog 4-0-ról 4-3-ra vissza tudott jönni. Ez egy másik kérdés, hogy döntetlen már nem tudott elérni. De egyelőre ez a Budapest 5, ez a csapat egyelőre nagyon motiváltnak tűnik, és nagyon úgy látszik, hogy Mester... Én nem tudom, ezt szerintem, ha kommentár nélkül beraknánk ide, az is gyönyörű, ilyen kis, szép kis csicsergő madara a zene, menne a háttérbe. Hát valami elképesztő. Kirakhatnánk most jelenleg oda felülre is, hogy Mester a Powerzy Duo ellen. Az is szerintem most megállná a helyét. 5-0 a fél távnál. Hát egyelőre nem olyan a mérkőzés, mint hogyha egy felsőági döntőt néznénk. Hát... össze kell szednie magát a Kók Zoli duónak. Össze kell, hiszen kicsit mintha összeesve játszanának, folyamatosan van néha, hogy misszelnek, vagy volt egyszer-kétszer miscommunication, mint például itt most is látható volt, mielőtt még elkezdtek támadni, hogy egymás mellett volt a két játékos.
Szóval össze kell szedniük magukat, és ott is van az első összeszedésük Kók részéről, és ezzel szépítve is 5-1-re az állásukat. 2 perc még megvan rá a lehetőség, hogy még 4 találatot szerezzenek, azon belül, hogy megszerezzenek több találatot is, az már csak rajtuk fog múlni, mi meg csak nézzük és kommentáljuk, hogy mik történnek. Hát ettől függetlenül azért reálisan mégiscsak azt kell mondani, hogy a BP5-nek ez nagyobb lehetőség lehet, de Zoli a flip resettel azért megpróbált itt ezt egy kicsit úgy ellent mondani az én szavajárásomnak, de egyszer nem sikerül. Most pedig jó volt ott Kóktól is a fék, de egyszerűen most hiába van meg a tempó, gólok kellenek. És azok a gólok úgy látszik, hogy jönnek. Kók révén 5-2, pontosabban a Power Zidó szemszegében nézve 2-5. Zoli szépen, jól látta mestert, kicsit igen, megpaskolt hátulról, nem is tudott védeni. Hát 85 másodperc. Új. És 82 másodperc. Na hát nem tudom, mi történik. Úgy látszik, hogy eldöntötték a csapatok, hogy ettől eddig a BP5, aztán mi jövünk. 5-3 mérkőzésben van a Power Zidó. Hát egymást ütve is lehet szerezni találatokat, ezt most megmutatta ez a tökéletes példával a Power Zidó olyan. Milyen érdekesen szerezték meg, de hát még 2 gólos hátrányban, több mint 1 perc van hátra, azonban mestertől nagyon szép volt a lövés, és Machine végül meg is erősíti azt ismételten 3 gólos előnyben ezzel a Budapest 5. Nagyon szépen tartották rajta a nyomást, és már Zoli végül nem tudott ráfordulni arra a lövésre, szóval jobban jött ki ezzel Machine, hogy mögötte rúgta el. Hát, ez így már viszont megint nem egy jó folytatásra levő eredmény a Power Zidó révén. 3 gól, 1 perc. Ezt valahogy meg kéne 2 gólosra csökkenteni. Nem 2x2-esre növelni. Machine viszont pontosan ezt akarta. És hát hatalmas lépést tesz a Budapest 5 így az első game megnyerésére. 2-3 tehát, ez volt a 10. gól a mérkőzésen, hát ne feledjük, hogy Bio 5, tehát azért nem elég egy gémben jól szuperálni, bizony minimum 3-at meg kell úgy nyomni, hogy a végén ő kerüljön ki győztesen. Most éppen Machine érkezik, mert Mester jó a beat, és Kóknak az egy üres kapu szituáció lehet, be is lövi. Ő azért ezeket általában ilyenkor nem hibázza el. Tehát érzésre talán túl késő ez a lángolás a Power Zidótól. Nem kellett volna elengedni 2,5 perc után 5 góllal a Budapest 5-ot. Akkor most arról beszélnénk, hogy milyen izgalmas és kiszámíthatatlan lenne ez az utolsó 30 másodperc. Így is még az lehet, de arra már kevesebb az esély. Igen, hisz 24 másodperc alatt kell 3 gólt szereznie a Kókéknak ahhoz, hogy még bennmaradjanak itt az első játékunkban, de egyszerűen a Budapest 5 nem akarja ezt hagyni, és Machine 2-szer is beatel folyamatosan, végül Mester veszi át a játékszert, Kók lepasszolja középre Zolinak, Zoli megnagyon a lövése, viszont nem tudja elérni, és Machine tud ezzel tisztázni, sőt tovább is tudja azt vinni üres kapura, de Zoli fölmegy, és arra nem tud ráérkezni, és igazából Machine egy sima dribbellel megszerző 8. találatot, ami azt jelenti, hogy 8-4-re a Budapest 5 az első mérkőzést elviszi. Machine-től nagyszerű volt ez, először fékelt egy klikket, majd aztán azt az 1 darab plusz jumpját dash-re használt, és így tudta fenntartani a labdát, nagyszerű volt ezen goal machine-től. Hát igen, a Budapest 5 úgy kezdte ezt a mérkőzést, hogy egyébként kezdeni kellett, ellenben a Power Zidóval, akik azért hát ha nem is erődemonstrációt mutattak az MTK-val szemben, de azért maradjunk annyiban, hogy ők voltak a jobb duó, tehát nagyon úgy látszik, hogy a Budapest 5 ide nyerni ott ma. És ők gondolják egyelőre ezt a legkomolyabban. Volt 12 lövésük. Oh, wow. 12 lövés azért az eléggé sok egy mérkőzés alatt szerintem. Tehát
ahhoz képest, hogy így 2v2-ről beszélünk, szerintem nem nagyon fordul az elő, hogy egy csapatnál így 12 lövés legyen, és abból 8 telibe találat. Szóval igen. Most a Budapest Five nagyon megnyomta, de ahogy ki is emelted, hogy a Power Zido az legelső mérkőzés felénél lent volt, szóval most nézzük tehát itt a következő mérkőzésünkön, hogy hogyan fognak mutatkozni, hiszen most már fel kell venni ők azt a cipőt, hogy visszahozzák azt a mínusz egy szettet. Igen, itt hát nem is a 12 lövésen van a hangsúly, közben ez egy nagy lehetőség lehet most a Power Zido-nak. Mondom ezt én, majd üresen marad a kapujuk, elrotálja magát 1v2-ben. Itt a Power Zido majdnem kaptak belőle egy gólt, ember előnyben. Szóval nem is a 12 lövésre hívnám fel itt a figyelmet, hanem inkább arra 8 gólra, amit abból a 12 lövésből szereztek. Az egy nagyon-nagyon jó arány hatékonyság szempontjából. Ahogy a Power Zido úgy látszik, hogy ezt a hatékonyságot megpróbálja felvenni, Kóknak az első lövése rögtön a hálóban köt ki itt a Budapest Five oldalán, úgyhogy a szett során először a Power Z Duo megszerzi a vezetést. Most nagyon rajta van Zoli is, hogy támadjon és be is passzolja középre, azonban Machine szépen vissza tudott térni és tisztázni picit, és jó, beat is, veszélyesen pattogott a kapu előtt, Kók egy hatalmas bengel előre, még megpróbálja lefiftizni, azonban nem jön ki. Jobban, Machine viszont egy hatalmas pinch le Mester felé, Mestertől egy flick, még viheti magát tovább egy az egyben, meg is van neki, szép a fake és a beat is, atya ég a 50 elnézést, Machine érkezik rá, ott van még a double tap lehetőség, nincsen meg neki, Mester pedig elveszíti azt a 50-t, Zolinak kevés a boostja, de rálövi, viszont Coke nem tudja csúsztatni és Mester szépen tudja tisztázni. Nagyon kevés boostjuk van most a játékosoknak. Machine flip reset meg van neki. Úristen! Micsoda! Hát ha azt befejezte volna, annó még egy kicsit úgy külföldi játékosoknál is ismernek híres gólokat, azoknak azért szólnék, hogy volt annó Rizónak egy ilyen gólja, amikor ilyen szépen levette az autójával és tovább tudta vinni a labdát, de ez Machine-nek most nem sikerül, pedig ez talán Machine-nek szerintem az élete egyik legszebb találata lett volna, de lehet, hogy amit én kommentáltam eddig mérkőzéseket, azok közül is az egyik, hanem a legszebb. Kár, hogy a befejezés nem sikerült. Igen. De hát gólra játsszák ezt a Rocket League-et, és ez megint a Power Zido van közelebb. Mester az, aki hárítani tudna, nem sikerül viszont erősen. Na ez már egy kiegyenlítettem mérkőzés, főleg azért, mert ott az egyenlítő találat. Ennél nem lehet kiegyenlítettebb egy akció, illetve egy mérkőzés. Hát az így már végképp, hogy pont azt az egy találatot meg is szerzik, hogy kiegyenlítsenek. Így már végképp az, főleg, hogy konkrétan a fél időnél is mindjárt ott vagyunk, szóval már minden a felénél van tökéletesen. Fél gólt hát, nem lehet szerezni. Hát, el kell felezni a labdát, és akkor technikailag mondhatjuk azt, de hát itt nem lehet az a baj, itt nem működik ez, és már ekközben Messi meg is szerezheti a következő találatát, de Zoli ott volt a kapuban kevés boosttal, Mester még tarthatja ám a nyomást. És meg is van neki a beat, Coke végül megállítja a földön, Machine érkezik rá, és ameddig kidemozza, Zolinak le tudta passzolni még a játékszert, és Zoli is fel lett robbantva Machine által. Ja, most nem kegyelmezi a Budapest Five a Power Zido-s autókat. Machine érkezik, megint csak rámenne a beatre. Na Mester, Mesternek nem sikerül. Érkezett az újabb lövés Mestertől, az egy gyönyörű fék, Zolit elugratja. Majdnem összepincselik Kókkal Zoli a labdát. De most a Budapest Five van közelebb a vezető találat megszerzéséhez. Most viszont Kók tud tisztázni, de boostja nincs, úgyhogy csak előre tudta bombázni azt. Zolitól viszont szép a beat, és mehet Kók a labdára, Mester az, aki egy kicsit elugrik, és pontosan ezt az időt, illetve elbizonytalanulást kihasználja Kók Mestertől. Ott még ugrott volna, aztán inkább látta Mester, hogy nem lesz meg az a labda, ha ráugrik, úgyhogy inkább lemarad, de hát már nagyon késő volt Kóktól. Nagyon szép, erős helyezett lövés. Megint csak a Power Z Duo van előnyben, de hát még 90 másodpercig, szűk 90 másodpercig ezt tartani kéne ezt az előnyt, de inkább növelni ahhoz, hogy ez a második game
az előbb említett csapaté legyen. Ez a fake kickoff kicsit veszélyes is volt a Budapest 5 részére, ahogy láthattuk, hogy majdnem belelőtték a következő találatot a Power Z duója, de viszont nem sikerült, és most azt látjuk megint, hogy a Budapest 5 fontosan támadó nagyon stélfélen, mert kimondom ezeket a szavakat, Zoli megpróbált tisztázni, mester egy nagyon szép éldriből, végül nem tudta bepasszolni középre, Kogum még próbálja tartani, Mesin, nem megy a flip reset-re, nincsen meg neki, mester veszélyesen érkezett rá, üres a kapu, Mesin érkezik rá, és mester kivédi! Micsoda, rosszkor, rossz helyen, pont, pedig ráment a bumpra is, és ezzel Zoli bünteti őket, hogy a harmadik találatot megszerezze. Wow! Egyszer bent, egyszer lent. Hát ez a gól, nem tudom, hogy lett végül a Pálezi dúlé. Gyakorlatilag 100%-osan kiátszották azt a helyzetet a Budapest pár játékosai, és a helyezés a végén nem volt jó a lövésnek. A bámpuló játékosba belemegy a labda, és ebből kapja a gólt a Budapest 5. Lehetséges, hogy ezen a gólon fog múlni. Ez a második game sors. Na de még van 30 másodperc. Még azért bármi megtörténhet. De nem így, hogyha a Power Z Duo ott tartja a kék térfélen a labdát, főleg, hogy üres a kapu, de Messi még megtartja a labdát a Budapest 5 részére. 10 másodperc. Nagyon gyorsan kéne egy gól, az viszont jó flick, érkezhet a lövés, gyönyörű a fék, de hát ez a fék már ilyenkor nem fél bele, még ott egy kapufa, de az idő úgy dönt, hogy lejár. Hiszen az 5 perc, az 5 perc, nem lehet se hosszabbítani, se rövidíteni, maximum hosszabbításra mehet menni. Itt viszont nincs szó hosszabbításról. A Power Z Duo kiegyenlít szettállásban, és egy jóval jobb és hát tényleg egy közönségbarátabb, szemre is közönségbarátabb mérkőzést láthattunk, és izgalmakkal. Izgalmakkal teli, az biztos, viszont kevesebb gólokkal, mint az előző mérkőzés, ugyanis az előzőben volt 12 találat, itt pedig kevesebb, mint 6, ha jól emlékszem. Szóval mégis milyen sokat számít az, hogy hány gólos találatokkal nyer ez egyik csapat a másiktól. Itt is tökéletesen megmutatkozott szerintem. De az biztos, hogy ez a mérkőzés most tényleg nagyon ilyen kisebb sakmatban, meg kicsit szerencsétlenebb volt az egész, hogyha ezt így kimondhatjuk. De ott a Budapest 5 részéről például, hogy két találat se sikerült. De hát ez a következőkben nem fog már számítani, hiszen az már a múlté. Itt is vagyunk már a következő mérkőzésünkön, és már azt látjuk, hogy mester egy érdrübüllel flip reset-re rámegy. Oh, ott van egy double tap és egy gyönyörű találattal kezdi ezt a mérkőzést. Nagyon szép góllal kezdi a mérkőzést, mester. Nagyon szép a kontroll, mint a car control, mint a ball control. Esélye nincs a Power Z Duo-nak ezt kivédekezni. Gyönyörű, gyönyörű akció. Hát hogy is mondjam, az előző mérkőzésen a Power Z Duo 3 gólt lőtt, ugye? Még ugye a Budapest 5 1-et. És ezt a statisztikát, miközben nem történt meg a második gól meglövése. 4 lövése volt a Power Z Duo-nak összesen, abból 3-at tudtak érvényesíteni. Ez mutatja a hatékonyságot a Power Z Duo-nál. A Budapest 5-nál 10 lövés, 1 gól. Ezen múlott az előző mérkőzés. Semmi tömbön. Úgyhogy ezen kell alakítani a Budapest 5-nak. Megvoltak az akciók, de a kivitelezése viszont bajok voltak. Nézzük, hogy itt a kivitelezések meg lesznek-e a továbbiakban. Mesin inkább csak hosszúra tudta rúgni. Kók, jó volt a beat, azonban mester szépen lassan kezdi el a támadását, és jól jön ki a flickből, illetve a 50-ből, de már kevesebb a boostja. Hatalmas pinch középre azonban, Mesin nem tudott érkezni rá válaszul, sőt fel is lett robbantva, Kók egy flick, de hát csak mester elé esett. Zoli veszélyesen rárepült. Mester még mindig ott tartja a Mesin, ott van a double tap lehetőség, elmegy mellette, és mester az, aki befejezi inkább ezt a sorozat lövést, és ezzel 2-0-ra vezessen a Budapest 5. Nagyszerű volt a lövés, pont ahogy a labda már bekerült abba a tartományba, hogy ezt a felső kapufára nem fogja lőni. Rögtön megtörtént a lövés, a védők pedig le voltak maradva egy kicsit. 2-0. Hú, Zoli. Meg kéne csinálni, csak nulla boost-a, nehéz lesz. Kók megtartja a labdát.
gyönyörű mesintől az akció. Megpróbálja szólózni. Zolit viszont nem tudta becsapni. 14 boosttal csak előre tudja tenni a labdát. És ott egy nagyon nagy miss mesintől jöhet Kóktól büntető lövés. Kók még mindig, és csak bevéteni tudja mester. 2-1 még mindig a BP5-nek, de ez megint csak azt mondom, hogy itt már azért felnőtt a feladathoz a Power Z-duo. Épp hogy Messi nem tudta elérni Kókot, és azzal a 50-ből szerintem mehetett is volna mester, de végül fürgébb volt a kocsi a Kóknak. Szóval ezzel, ahogy mondtad is, meg is szerezték azt a javító találatot, és Messi most próbálta bumpolni Zolit, azonban ezzel épp hogy ő jön ki jobban. Kók inkább elhagyja a játékszert, kevesebb volt a boostja is, illetve ott voltak mind a ketten a kapu előtt. Zoli szépen lassan megjátsza, föl is viszi magának, jó az érdőből, fölviszi backboardra, és Kókra végül be kell fejeznie, és ott is van a következő találat, egyenlítve ezzel a scoreboardot. Messi vártotta a boostra, 54 boost, majd az 54 buszból fogyott 3, és a saját backboardjáról nem sikerült ellőni a labdát. És hát ezeket a üres kapu szituációkat pedig nagyon-nagyon ritkán rontja el a Power Z duo. Most viszont kapufáról éppen bepattant. Megvártam azért, nehogy véletlen kifelé pattonjon, vagy vissza éppen. A Messin nagyszerű kis kikopja volt, illetve mesternek. Megoldották. 3-2. Egy újabb kikok érkezik természetesen. Féltávhoz érve. Zoli a busz, viszont mesteré a labda. Zoli viszont tovább viszi. Ketten repülnek ott a Power Z duónál. Hát ha már ez a nevük, akkor duóba repülnek rá. Ez egy másik kérdés, hogy nem feltétlen jó, hogyha a duóba oldják meg. Kók viszont most már egyedül maradt, de egyedül is megoldja ezt a védést. Kók még mindig kicsit kaptatja a játékszert. Zoli végül jól le tudta 50-zni. Mester hatalmas csúszta, Messin elnézést, nagy csúsztatás, azonban Zolihoz esett csak, a csapattársa nem volt ott, és Zoli végül nem tudja bepasszolni, Kók át is veszi a támadást, végül be tudja, azonban Zoli nem tud ráválaszolni, mester elé esett a labda. Jó flick, azonban Messin nem tudta bumpolni Zolit, és ezzel meg tudta akadályozni éppen a támadó játékost. Mester nagyon szépen leveszi, Zoli inkább lassabban játsza meg, kevés a boostja, jó a flick, és végül Mester fölött el is tudja rúgni, Messin felett, azonban Mester végül megállítja, Kók érkezhet rá, ott is lehet a double tap lehetőség, ott is van, és be is esik az, és ismét egyenlít Kók ezzel, és másfél perc hátráltával 3-3. Szép volt ez Kóktól, elképesztő nem öltács, nagyszerűen. Szépen oda behelyezte a jobb felső sarokba. Azt a máshova helyezi, akkor lehet, hogy kivédi a védő. Megint egál. És most minden. Azaz minden egál. 3-3. Nagyon fontos lenne ez a harmadik game, hiszen az a csapat, aki ezt a mérkőzést megnyeri, az dupla setponthoz juthat. És innen ne felejtsük, egyenes út van a győztesnek a Grand Finalbe, viszont aki elbukja ezt a mérkőzést, annak viszont még a Grand Finalig minimum egy darab mérkőzést meg kell nyernie az alsó ágon, hogy legyen bármi esélye a Grand Finalben jelenlegi mérkőzés győztesével játszani. Zoli nem sikerül jól eltalálni a labdát, és Messin érkezhet oldalról. Jó a lövés! És benn van, bepattan. Nem tudom, néha nagyon-nagyon lassúnak érzem a Power Z duónak a visszarotálását. Néha nem számítanak arra, hogy a Budapest Fire mennyire gyorsan el tudja jutatni egyik kaputól a másikhoz a labdát. Márpedig ez történik, és megint hátrányban van a csapat. A Budapest Fire-nak pedig nincs más dolga, mint 45 másodpercig megtartani az egy gólos előny. Igen, vagy pedig akár Kók önmagában megjátszania ezt, hogy szerezem még egy gólt, ami meg is lehet, de Messin nagyon szépen megvárta azt a lassú labdát, és tud is vele támadni, fél perc van hátra a játékunkból, mester lassan jól megjátsza Zoli, viszont meg tudta állítani, Messin érkezhet vissza rá, és passzolja oldalra azt, jó volt a fék, és ezzel
Nagyon szépen megjátszva lent a földön, lassan, de biztosan az ötödik találatot, ami már szerintem kicsit biztosabbra helyezi azt, hogy ezt a mérkőzést megnyerjék, de 18 másodpercről beszélünk, bármi történhet. Ez nagyon szépen úgy valamennyire simul azért az első gamehez. Erősen kezdett a BP-t, aztán valahogy visszajött a Power Z Duo játék képügyileg, de aztán a Budapest Ride megint uralni tudja az utolsó 1-2 percet, és így vélhetően meg lesz ez a harmadik game a csapat számára, sőt most már egészen biztosan mondhatom, hiszen az idő lejárt, és a labda még éppenséggel fenn van, de ez már ebben a pillanatban nem is igaz. A Budapest Five tehát megnyeri a harmadik mérkőzést, számukra a második mérkőzést, a második győztes mérkőzés volt ez a szetten belül, és így tehát 2 darab szetponthoz jutnak, és már csak egyetlen egy darab game-re a Grand Final-től Budapest Five csapata. Jól játszották meg, viszont végül nem lett meg az a több találat, ami kellett volna nekik. Szóval ahogy mondtad is, most már nagyon veszélyben van a Power Z Duo-ja, hiszen hogyha még egy mérkőzést elveszítenek, vagy akár egy minimális hibát is tesznek, úgy ahogy említettük is, hogy túlságosan agresszívan játszanak, és nagyon előre mennek, azzal például erősen hagyva a kaput, egyszerűen csak oda lövik a Budapest Five játékosai a labdát, és be is rúgják azt a találatot, szóval erre nagyon oda kell figyelnie most már Kókéknak ahhoz, hogy akár egy mérkőzést is továbbiakban megnyerjenek, illetve innentől kezdve 2 mérkőzést kell nyerniük ahhoz, hogy tovább jussanak, de hát ezt itt a Tokióban meg van kérdőjelezve, és hát mesterék nem is úgy akarják, hiszen már egy kick-off góllal kezdenek, ismételten. Jaj, ez a Neo Tokió mindig valahogy az utolsó mérkőzéseket hozza ez a map, és a Champions Field-et mindig úgy üresen hagyjuk, és majd valamikor, majd egy másik mérkőzésen oda térünk. Mindig ez a Neo Tokiónak a egyik átka. Ezért nem szeretem egyébként ezt a mapot. De hogyha más lenne helyette, akkor meg azt nem szeretném, pontosan nem ezen ok miatt. Tehát teljesen mindegy. Nem sikerül az újabb gólszerzés. Egyébként még az első 3 gémet így összefoglalva, ami a Budapest Five előnye tényleg az az, hogy... Aj! Az... Hogy ezeket be tudják fejezni, ez az egyik, ez, én nem tudom mi történt itt, gyönyörű az Erdőből, és aztán egy jó read, ami eredményezett egy eléggé kiegyezett szögből érkezett találatot, 2-0, szóval mind a... Elnézést! Szóval mind a 3 gémben 10 darab lövése volt a Budapest Five-nak, és remélhetőleg ezt ebben a gameben is fent tudják tartani. Közben bocsánat, pislogtam, még csak most jön a kick-off. Azt nem tudom, hogy ott miért van egy darab Power Z Duo gól. Valami biztos történt a Budapest Five kapuja előtt. Mégis mi történt? Hát ezt... Imádom, hogy egyszerűen valamit el szeretném mondani éppen a csapatnak, és akkor pont az ellenkezője fog történni, bárhogyan is tekintjük. De hát most is azt látjuk, hogy Machine egy hatalmas 50, ami végül nem a kapuba esett bele. Jajjaj, Kóktól mekkora pincset láthattunk, ami végül nem pattant be. Viszont Zoli még ott tartja a játékszert. Machine jól tisztáz oldalra, Kókul. Próbál kicsit lassabban játszadozni, de hát mire ezeket kimondom, Machine-ék állat is veszik a spatétát, és előre bengelik a játékszert. Kók nem megy rá, Mester viszont igen, de hátra flikkelt, ezzel nem tudja előre rúgni. Machine-nek kell majd megállítania, nem jön ki jól a 50-ből, Kók pedig kevés boost-tal, Mester indulhat meg egy támadásra Zolival egy az egyben, és Zoli nagyon szépen beatelte. Még ott patog a labda, Machine az, aki rámenne a 50-re Zolival szemben. Még ő Mester az, aki ott tudja tartani a labdát. Még mindig Mester, most viszont Kók elveszi. Kók vitte a labdát, arra viszont nem számított, hogy Machine jön. És lecsenít róla a labdát, és ez egy elég könnyed kis gól volt. 3-1. Érdekes gólok születnek, én csak ezért pislogok. Meg érdekes történései vannak ennek a szetnek. Igen. Na, ez biztos.
néha nem tudom, hogy mi történik. Néha úgy érzem, hogy ez lehet, hogy még egy felsőági döntőn túl is megy. Ez a 2v2 mérkőzés, néha pedig úgy érzem magam, mintha mondjuk az alsóági round 1-ben lennék. Gondolok itt például arra a hatalmas nagy kick-off hibára, amit így ebben a szintben mondanám, hogy nem lehet megcsinálni. Ellenben jönnek ilyen akciók, amik kárpótolják ezeket. És mi ez a kontroll, kérem szépen? Just Zoli, hát Just for Fun megcsinálta. Szikszallag rá a labdára, ennyi volt, kész, pillanatragasztó is, pluszban még a hava tortára. Hihetetlen volt ez a kontroll Zoli részéről. Emlékezz, ez nem volt meg Machine-nek az ő akciójánál, és most Zolinak meg volt. Hihetetlen, hogy kicsit színes na ez a mérkőzés, ilyen mindenes is. De még játékunk feléhez érkezünk csak, tehát nézzük, hogy mi fog történni a továbbiakban, hiszen még csak 5 találat van. Viszont az a Budapest 5 részére kedvezményez, ugyanis nála van 3 pont, és a Power Zidónak pedig 2, nekik kell dolgozniuk ahhoz, hogy előnyt szerezzenek, viszont folyamatosan 50-get Mester egyszerűen nem akarja hagyni Kókot, hogy elinduljon bárhova, és Machine-től egy hatalmas lövés, ami felső kapufa, és az akár üres kapura be tud menni, nem Mester, végül vissza tudott futni pont, Mester nem nyeri meg a második 50-ét, és Machine veheti át. Megint csak Mesternek lehetne sok területe, de megvárja, még Kók odaér. Viszont Mester nagyon-nagyon jól játszik. Ő volt mindig talán az, aki egy kicsit az elején még jóan bele kell szokni a BP5-höz, aztán pedig nagyon sokszor úgy tűnt, hogy kicsit ő az, aki kicsit gyengébb és kitűnik abból a hármasból. Ott viszont teljesen felnőtt most már 2023-ra ehhez a feladathoz, és beleilleszkedett itt a Budapest 5-nak a csapatába, és megérdemelten tudhatja magát a csapatban. És most érkezhet tőle a befejezés, viszont Kók a gólvonalról hárít, sőt! És a 50. Ott van a 50-vel a gól, és megvan az egyenlítés, azért Kók is megmutatja, hogy ő meg nem feltétlen regnáló Budapest 5 játékos, habár most nem a Budapest 5-ot erősíti, hát nem feltétlen, nem véletlen volt abban a csapatban. Ő is tud jól játszani, bár ezt úgy gondolom, hogy azért a nézőknek a 110%-a tudja. 3-3, megint kiegyenlített a mérkőzés, és ne felejtjük, ezt a Budapest 5-a megnyeri, már pedig most nagyon úgy tűnik, mert hogy 4-3-ra ők vezetnek, akkor bizony vége a szetnek, és ők Grand Final beli tagok lesznek. Ha így folytatja a Budapest 5, akkor így is fog történni. Valamiért itt a Power Z duója nem tudott rámenni a labdára, lehet kevés volt boost, és nem mertek rámenni, vagy csak egyszerűen az, hogy háttal kicsit nehezebb érkezni a játékszerre, és védekezni. Most viszont veszélyesen is védekezik ráadásul Kók. 1 perc van hátra a játékunkból, a Power Z duó 1 gólos hátrányban, Kók egyszerűen mészárlást mutat a pályán, és Zoli ezt is használja, hogy a negyedik találatát megszerezze. Kók egyszerűen azt mondta, hogy nem, ti nem, ti most nem, nem játszotok. Pihenjetek egy picit, Zoli pedig nyugodtan rúg be. Köszönöm szépen, mondta Zoli, és berúgta. Tehát 4-4 az állás, 51 másodpercen. Hát igen, egy 3-3 mérkőzésen általában, ha vannak, nagyon sokszor szokott dupla demo is, tripla demo nagyon kevésszer szokott lenni, de dupla demók azért szoktak lenni, akkor ugye egy darab játékos még mindig marad, van esélye a kivédekezésére. Hát így, hogy gyakorlatilag 0 darab játékos marad az ellenfélből, így hát nem. Nagyon sok esély. Micsoda? Hát Kók pedig annyira rá akart menni ott a 50-re Machine-nel, hogy aztán bepincselték. Nagyon szépen a labdát, itt is van. Kók gyakorlatilag öngolt lőtt volna. Valamilyen ebből a kameraszögből talán így látszott. De a lényege nem változtat, hogy a Budapest 5-hoz került az a plusz 1 pont. Amivel hát 30 másodperc ki lehet ezt védekezni. De hát úgy gondolom, hogy azért a Power Z duo nem fogja annyiba hagyni. És nem is akarja Kók egy hatalmas erdőből el. És hát Mester ráadásul föl is robbantja Zolit, szóval üresen a kaput, hát azt be is vezette nagyon szépen nyugodtan. És ezzel ismételten egy 2 gólos előnyre tegyen szert a Budapest 5 15 másodperccel hátra a játékunkból. Hát hogyha a Power Z duo most 2 kick-off gólt szerez, kérdőjel, akkor még ott van az overtime. Igen, azért látunk már most. Ó, nem.
Well, nem kopogtam le, ez azért történt. Kopogjátok le mindig, hogyha valamit mondtok. Hát a mesin végül igazából csak egyszerűen ráment. Talán Kók, aki éppen ment a kickoffra, úgy láttam, hogy nem úgy tudott startolni. Ez egy fake kickoff volt. Vagy fake volt? Igen. Fake kickoffra próbáltak, hogy ugye középre menjen a labda. Jó. De... azt akkor nem láttam, elnézést. Nem úgy láttam. Kiegészítse magam. Hát igazából már kedves Grizzly, azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen mindegy. Igen. Én értem, hogy 9 másodperc van, de hát ez a 8-4, ez megint csak a game 1. Ez egy gyönyörű keretes szerkezetet alkot ez a set. A Budapest Prime most teljesen még rá sem megy a kickoffra. Ők már a zsebükben érzik ezt a győzelmet. Kók még fenntartja, próbálja Zolit megjátszani. De hát a Budapest Prime győzelmét... hát semmi nem tudtam most megállítani. De ami game 5... reményünket Neo Tokyo természetesen megállította. Úgyhogy nem megyünk Champions Field-re ellentétben. Most véget ér ez a set. De még van esély Champions Field-re. Nem kell félni. Egy biztos, hogy a Budapest 5 az első csapat a 102 indulóból, akik a Grand Final-ben ott lesznek, és megnyerkőzhetnek a Duel Masters Cup harmadik írásának megnyeréséért. Ők már biztosan nyereményt fognak szerezni. De hát, hogy milyen nyereményt, azt majd hát majd egy kicsit később fogjuk még megtudni, mert hogy még az alsó ágnak a mérkőzéseivel fogunk következni.